A korlátozások enyhítésével ismét felerősödnek a korábbi migrációs problémák. Nő a feszültség Olaszországban, ahol több százezer illegális bevándorlónak adnának kedvezményes tartózkodási engedélyt a járványra hivatkozva. Bécsben pedig koronavírussal fertőzött migránsok elszöktek a rendőrök elől, majd amikor mégis elfogták őket, balhézni kezdtek. Se qualcuno al governo pensa di usare il virus. Ha valaki a kormányban azt gondolja, hogy a koronavírust kihasználva illegális bevándorlók százezreit legalizálhatja Olaszországban, az munkanélkülivé vált olaszok millióit árulja el. Így fogalmazott Olaszország korábbi belügyminisztere pénteken az olasz közszolgálati televízió műsorában, miután kiderült, hogy a baloldali olasz kormány a koronavírusra hivatkozva felgyorsítaná az országban tartózkodó illegális bevándorlók letelepedését. A római kabinet érvelése szerint ez az egyetlen mód arra, hogy megoldják az elmúlt időszakban fellépő mezőgazdasági problémákat, és rövid időn belül munkaerőt szerezzenek a termőföldek megművelésére. A javaslat szerint több mint 500 000 illegális migráns kaphatna gyorsított eljárásban munkavállalói engedélyt, amihez fél éves, de később szabadon meghosszabbítható tartózkodási engedély is járna. Ez elsősorban az olaszoknak, másodszorban az Olaszországba áramló legális, képzett munkaerőnek ártana, és bátorítaná az újabb érkezőket, hangsúlyozta a bevándorlás ellenes liga élén álló Matteo Salvini, aki azt ígérte, hogy ha a kormány nem mond le a javaslatról, akkor a távolságtartási szabályokat betartva, de utcai tiltakozást indítanak, amihez, mint mondta, több ezren csatlakoznak majd. Olaszországban ugyanis óriási közfelháborodást váltott ki az a hír is, miszerint vasárnap egy szenegáli migráns megerőszakolt egy a koronavírus frontvonalában harcoló ápolónőt, aki éppen a kórházból igyekezett haza. Matteo Salvini szerint miközben a kormány amnestiát készül osztogatni 600 000 illegális bevándorlónak, ezekkel a problémákkal nem foglalkozik. Az elmúlt napokban ráadásul nem csak Olaszországnak kellett a vírus mellett hasonló esetekkel megküzdenie. Máltán szintén egy hete 79 határsértőt vett fel a tengeren a Marina névre hallgató hajó. Csak hogy mivel a teherszállító a járványhelyzet miatt nem köthetett ki a szigeten, a bevándorlóknak a fedélzeten kellett maradniuk. A kapitány beszámolója szerint a migránsok nem értették, hogy a járványügyi intézkedések miatt nem vihetik őket sem a kikötőbe, sem más európai országba, és végül lázadás tört ki a fedélzeten. Többen megkéselték egymást, a legénységnek el kellett barikádoznia magát a felbőszült migránsok miatt. Közben Ausztriában az egyik bécsi szállóról próbált továbbállni 19 illegális bevándorló, annak ellenére, hogy mindannyiuk koronavírus tesztje pozitív lett. Többen elmenekültek a rendőrök elől, akik végül a városban fogták el őket. A migránsok azonban a bécsi csarnokban berendezett idéglenes kórházból is szökést kíséreltek meg. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en hangsúlyozta, bár a nemzetállamok járványügyi intézkedései miatt az embercsempészek egy része felfüggesztette a tevékenységét, az már most tapasztalható, hogy a korlátozások enyhítésével ismét felerősödnek a korábbi migrációs problémák. Görögországban 100 000, a balkáni útvonal más államaiban mindegy 130 000 ember tartózkodik, ez a 200 000-nél is több ember útbaindulása is már jelentős illegális határátlépés növekménye járhat az elkövetkező hetekbe. Bakondi György hozzátette, a korábbi motivációk mellett, ráadásul a kibocsátó országokban a koronavírus járvány miatti egészségügyi ellátási problémák és a gazdasági visszaesés is ösztönzőleg hathat az indulást tervezőkre.